Sziasztok, köszöntelek benneteket augusztus 27-én egy különlegesnek mondható szombati napon. Különleges azért, mert ma van a születésnapom, de ami ennél is érdekesebb, hogy van itt egy másik születésnap, a Gödöllői repülőtér 90 éves. Ennek alkalmából megrendezik a PPG 90 elnevezésű rendezvényt, ahova is háti motoros pilótákat várnak, akik egy közös repüléssel megünneplik a repülőtér fennállását. Szóval most Gödöllőre tartok, reggel 6 óra múlt, nem sokkal, most indultam Palóznakról, és a Gödöllői reptérre tartok. Egy eseménydús nap reményében tartsatok velem, és fedezzük fel a földről, a levegőből a Gödöllői repteret, illetve a környékét. Köszöntelek benneteket a Gödöllői repülőtérről, 8:30 van, megérkeztem, beregisztráltam. Itt már vannak repülő pilóták is voltak, akik itt éjszakáztak. Meglátjuk, mit tartogat a mai nap számunkra. Előpakolok, és még egy délelőtti repülést kivitelezek. Megnézem, hogy milyen lesz a pálya fentről, megnézem, hogy milyen lesz az útvonal. Kicsit beazonosítom a tájat körülöttem. Egész jó kis szellők vannak, még nem akarom, hogy túlzottan megmelegedjen az időjárás, termikus legyen, úgyhogy kicsit csipkedem magam, aztán repülök egyet. Meglátjuk, jelentkezem, szurkoljatok! Tehát a Gödöllői repülőtér a levegőből, melynek pályája 1000 méter füves felületű pálya, és kategóriája szerint nem nyilvános kisgépes sportrepülőtér. Fő pályájának iránya délkelet-északnyugat irányú, ami megegyezik a Ferihegyi repülőtér pályájának irányával, és megfelel a térségben általánosan uralkodó széliránynak. Feljegyzések szerint 1932 húsvétján repültek itt először, így aztán idén ünnepli a Gödöllői repülőtér fennállásának 90. évét. Ebből az alkalomból került megrendezésre a PPG 90 elnevezésű rendezvény, ami egy háti motoros találkozó, egy együttrepülési rekordkísérlettel összekötve. Az együttrepülés egy megadott pályán és szabályok szerint fog történni a délután, így aztán a mostani repülésem célja volt, hogy beazonosítsam a levegőből a fordulópontokat, a pálya irányát, hosszát, illetve tájékozódjak az esetleges vészleszállási helyekről.
Moszkvába repülésem délelőtt 10 és 11 óra között volt, melynek a vége fele már eléggé aktív volt az idő, kicsit dobálós volt már a levegőben lenni, így aztán egy biztonságos leszállással törekedtem zárni ezt a 3-4 órás tájékozódós próbarepülést. A reggeli próbarepülés szuper volt, aztán egy kis ebédszünet után megkaptuk az eligazítást, készült egy csoportfotó a motorokról, és lassan helyezkednek el a pilóták, helyezkedünk el a reptéren, mátrixszerűen kiterítve, mindenki elfoglalja a helyét a közös csoportos repüléshez. Azért, hogy nem maradjon hiányérzetünk, egy kis műszaki hibával most is tudok szolgálni. A keretnegyed zsinórja elpattant az egyik helyen, most vettem észre, ezt így kényszerből megcsomóztam, remélem kibírja még ezt a repülést, aztán majd megjavítjuk. Látok, 5 óra van és még mindig írdatlan meleg, fölsorakoztunk a futópályára. Itt a reptéren a pilóták, lesz itt egy fotó a kiterítésről, és hamarosan elkezdődnek a startok, a sor végére helyezkedtem. Itt érdekes befújások vannak, még termikus az idő, alig tudtam beindítani a motort, a napon egész nap párolgott, gőzölgött, de elkapta, úgyhogy meglátjuk.
leszállás, illetve az előkészületei eléggé stresszesek voltak. A termikus időjárás következtében szinte minden szélzsák mást irányt mutatott. A rendezvény tétje miatt, a közönség miatt erősen rajtam volt a startpara, de a felszállás sikeres volt, és ezúttal is nagy örömet okozott nekem. És itt már nem volt más feladatom, mint a levegőben maradni, amíg az összes pilóta elstartolt. Számomra majdnem pontosan egy órásra sikeredett, mikor is a szervezők a reptéren ponyvából kiterítették az együttrepülő pilóták számát. Remélem tetszett ez a videó, én nagyon jól éreztem magamba, jól elfáradtam, jó idő volt, meleg volt. 53 siklóernyő, illetve trike volt a levegőben, ez országos csúcs jelenleg, azt mondták. Úgyhogy elégedettek lehetünk, örülök, hogy hozzá tudtam járulni ehhez a csúcshoz egyel. Ha tetszett a videó, kérlek jelezzétek nekem egy lájkkal, iratkozzatok fel a csatornára. És nézzétek meg a korábbi tartalmakat is, várlak vissza benneteket legközelebb, sziasztok! Nem utolsó sorban pedig nagy köszönet a szervezőknek a rendezvényért, Boldován László sporttársamnak pedig a fényképekért. Az estét megkoronázzuk még egy tábori zuhannyal és egy születésnapi lángossal.